Norbikám, komolyan kérdezem, most akkor miért? Miért ilyen drágán akarod lenyírni itt a füvet? Mikor, ahogy látod, alig van még fű. Csak itt az alja. Most mi ez a nagy drágaság? Mi ez a nagy drágaság, Norbikám? Hát Tony, azt tudnod kellene, hogy hát nézd meg, tiszta emelkedő, hepehupás minden. Azért itt mindegy, amúgy a fűkoszához nem értek, csak fűnyíróval dolgozok, fűnyíróval. Itt, ezt ne, enor, ez itt nagyon vigyázni kell a dolgokra. De hát miért, Norvikám? Akkor is milyen kur, nagyon kurva drága. De hát te meg tudod ezt fizetni, Tony? Hát te ilyen izé vagy, családban vagy, mafiózó, minden. Az oda kell vigyázni, neki nem menjünk a fáknak, ilyesmi. Nagyon, tudod milyen nehéz a fűnyírót így feltolni? De kapsz ebédet. Portlandről hozza majd izé taxival anya ebédet. Hát jó, akkor is, de esik az eső, ma nem is tudjuk lenyírni a füvet, ez így nem jó. Akkor menjék ki fel a portámból. Ennyi, majd én lenyírom. Jó, akkor, hello. Sziasztok. Itt vagyunk a Gate a Liberty City Stories New végjátszásunk 10. részénél. Akarom mondani, az utolsó részénél, nagyon úgy néz ki, ez az utolsó rész. Kellemes hétvét kívánok nektek, és ez egy új kocsi, amit még nem is mutattam, ez a Phobos, az a neve, hogy Phobos. Phobos VT. Ez itt van a... Itt volt a... Sik a parkolóban. Itt volt. Mindjárt mutatom. Itt van a location. Ezt meg akartam mutatni, ezt a kocsit, mert elég gyors. Akarom mondani, nagyon-nagyon gyors. És akkor most, hogy ugye Toshiko Kasson... Tashi... Azt mindjárt kapsz egy taslit. Toshiko Kassonnak ugye vége van sajnos. Hát ő... Öngyilkos lett, mert minden. Ő már nem fog így, hát így nehezen ad küldetést, hogy öngyilkos lett. Szóval menjünk Donaldhoz. Donald Lemnek a küldetését folytassuk. Itten sorszállt vélen. Ugye a Salvatore még a börtönben van. Jaj! Jaj, Phobos! Phobos! Amúgy itt is van valami rejtett. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Hunornak a rejtett csomag térképét. Nem élek már ezzel a lehetőséggel, mert ugye ez utolsó rész, szóval itt mondom, ez a New végjátszás egy kicsit azért ilyen rövidebb végjátszás lett, mint az előző, mert hát csak New, azért már nem nagyon fogunk annyira belemélyenni itt a dolgokba, inkább csak a küldetésekre fókuszálunk. Régen volt már Stories, srácok, ezt azért el kell ismernem. Nem nagyon sztorizgattam mostanság, hát mostanság inkább a való életben sztorizgatok. Szóval... itt várjál már, itt mi van? Ugye itt a GTA 3 volt Rampage. Itt volt Rampage a GTA, itt be se lehet menni. Na jó van akkor. Itt lesz, rejtett csomag? Vagy nem lesz rejtett csomag? Itt van rejtett csomag valahol. Vagy nincs. A GTA 3-ban volt rejtett csomag? Tudja már a Péló. Na mindegy, Péló. Nézzük meg, hogy Donald mit akar. Most, hogy ugye már nem lett a polgármester jelölt volt, nem lett polgármester, kicsit lezűlött. Itt van ez a ház, ez egy ilyen szegény ház, vagy nem is tudom, minden nevezem. Mit fogdolom a pöcsömet? Amúgy ez direkt átöltöztem, hogy így fejezzük be a Liberty City Stories-t ebbe a ruhában, hogy ezt ruhának lehet hívni. És ez egy ilyen menekült helyen, hajléktalan szálló. És ide került sajnos Donald. Látjátok, nem is borotválkozik, én azért megborotválkoztam tegnap. Jó, mondjuk nem hajléktalan szállón vagyok. Pillanat. Oké. Ez nagyon jó. Sokat látok. Donaldnak a lelke mélyére jutottam. A nasty. Bad fellow. Oké. Azt akarja, hogy állítsam le a felvételt. Nem, azt akarja, hogy segítsünk újra neki, és akkor nagyon gazdagok leszünk. Hát, Tony nem nagyon akar segíteni neki. Pedig nagyon szép a köldöke. Ja igen, mert nagyon izélt degradál minket Donald, hogy minden a mi hibánk. Most csak 10%-ot ad. Az igen, jó sokat. De köcsög ez a Donald, hallod? Mindjárt elvertem 10 hajléktalan, nem. Fejbe verem azzal a poroltóval, jobban járunk. Aha, a te kocsid az izében van a szerelőnél, aha. Jó van, az enyém meg az utcám elloptam. De pillanat, srácok. Na, így most már jobban hallom a játékot, volt egy kis baj. Hát ez a küldetés eléggé emlékezetes küldetés, hisz ott a rejtett csomag. A picsám, mondtam én, van itt rejtett csomag.
Na minden, nem ezért emlékezetes, mert itt van rejtett csomag, hanem azért emlékezetes, mert egy régi Vice City szereplő fog felbukkanni, ugye Donald Love-nak a mentora, Avery, ugye ő adott küldetéseket is, és hogyha valaki nagyon megutáltatták valakivel a Vice City-t azért a helikopteres küldetés miatt, hogy amit Avery adott, ami kis mini helikopteres küldetés miatt, akkor most itt bosszút állhat, hiszen most itt ki kell fingatni Avery-t, ugye. Úgy volt szerintem, azt hiszem, hogy több szerepet kap majd, viszont ide kéne egy motor, vagy valami hasonló, mert ez így nem lesz jó. Több szerepet fog majd kapni Avery, nem csak annyit, hogy itt lesz, hanem beszélni is fog meg ilyesmi, de valami történt, szóval nem fog beszélni, ezt úgy elmondtam. Egyébként a szinkron színész, aki Avery-t alakította, ő már meghalt sajnos, hogy is hívták? Valami képbe halt meg, Burn Rhines, valami ilyen, nem Reis, hanem Burn Wrighton, vagy valami ilyesmi volt, úgy hívták a illetőt. Aha, mert Freeway-jel megyünk Donald Cam. És akkor tudom, így. És akkor most egy ilyen híres szereplőt kell megölnünk. Ennyi. Hanky time, ennek neki menjek? Jó, neki mentem. Jaj, Donald Cam, hát meg ne haj emiatt. Így van. Mehetünk is tovább. Bring. A reptéren is amúgy tudja, hogy van vagy 10 rejtett csomag. Jó, lehet húzok, 10 lehet nincs. De viszont még 5-öt azért csak azért felveszek ebbe a részbe. Az opera kedvéért. Itt van egy. Miss Kiss Me Járdi. Az igen, csókolj meg Járdi. Az igen, a Járdik azok már a tévében is benne vannak. Hallod. Hát itt nincs rejtett csomag, hallod. Ezt jól elbasztam. Akkor viszont, nem adjuk fel, itt kell lennie a rejtetnek, nem a vízben Donald, óvatosan. Látod Donald, most így kizélek a hajléktalan szállóról, kiviszlek, aztán kicsit így körbenézünk Shoreside Vale-ben. Ugye, hogy mennyire jól megérte? Nagyon mi? Itt kell lennie a rejtetnek, így van, jó van, ezt direkt csináltam egyébként. Itt kell lenni egy rejtetnek, vagy valami fegyvernek legalább. Aha. Hát igen, nagyon sok minden van itt. Nagyon sok jóság. Viszont akkor itt kell lenni a rejtetnek. Na jó, most már kezdett belekavarodni itt az egészbe, de itt valaminek lennie kell. Megvan. Így van. Jó, mehetünk vissza Donald-kám. Mi vagyunk a szerelmesek, vagyunk Donald-kám, Tony-kám, minden. Tony-szán. Írtátok, hogy lehet, hogy Toshiko azért lett öngyilkos, mert megbánta a tetteit azért, amit csinált a férjével. Szerintem nem amúgy. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem ezt már előre tervezte. Csak először megvárta, hogy meghaljon a férje. Szerintem. Na mindegy, szerintem itt mentek egyet, mert ez azért veszélyes kis küldetés lesz. Már mentés, és mehetünk. Hát Avery-kém, Avery amúgy ugyanúgy néz ki, mint Vice City-ben 86-ban egy csepet sem öregedett, de elvileg az a história járja, hogy parókát hord. Itt van Avery. Így van, egy kicsit soványodott egyébként. Ugyanek ő azért jó felvitt a dolgát, mert csomó épületet tudott vásárolni Vice City-ben. Ugye a golfklubot is sikerült megszerezni ugye Tommy által, akkor ezt a épületet. Akkor ugye sok ingatlan tudott venni a kubai Haiti banda háborúzás miatt, akkor láttátok a San Andreasban is van kaszinója, szóval Avery azért jól járt. És egyébként Donald most itt meg mindent, azért bosszút áll Donald azért, azokért az évekért, amiket csinált neki Avery, vagy hogy mondjam, hogy érthető legyen, ugye. Nagyon csúnyán bánt a Avery Donaldon, ezt ugye egyik Vice City-s átvezetőben láthattuk, Vice City-s követés Avery követés átvezetőjében, anyádban! Nem fog elmenekülni, hol a motor? Nem a robogó, a motor. A picsába visszament Vice City-be. Jó, akkor újra betöltsük. Na ezért töltöttem énben. De ezért mentettem én el. Szóval Donald nagyon sok mindent tanult Avery-től egyébként, de nagyon csúnyán bánt vele az öreg egyébként. Hát Tommy-t ugye tisztelte, meg szerette, meg minden, de a Donaldot azt semmibe nézte. De mondom most, ez Donald szerencse napja, hiszen ahogy láthattátok, ahogy lássátok, ott van Terence, jó kezdődik,
Akkor itt nem állok meg, vagy megállok. Szerintem itt úgy lesz körözés. Ez igen, traktor hang. Na, érjünk a menekül, és mit akartam mondani? Nem tudom. Ahogy láthattátok, kolumbiai kartelkocsik védik Avery-t. Ami azt jelenti, hogy lepaktált a kartellel, ugye, Miguelékkel, ami azt jelenti, hogy egy nagy üzletet akar csinálni, ugye, itt egy ingatlant akar felhúzni, Forst Newtonben, ugye, és ez azért érdekes, mert Forst Newtonben, ugye, ott épületek vannak, mert minden, szóval itt nagy-nagy-nagy dolgok lesznek, és hogy látjátok a GTA 3-ban majd, ott tényleg épületet húznak majd fel Forst Newtonben, ugye ott lesz majd Asukának a helye, amikor majd veri Miguelt. Na, de most viszont Avery a sor. Oké, most ki gondolkodok, hogy kéne megölni. Mindjárt elüt minket a kolumbiai kartelkocsi, csak mondom. Hát múltkor revolverrel öltem meg, de hát most már milyen lenne megint revolverrel. Már lopná a kocsit. Ezt Tommy Vercetti-től tanulta. Ah, már lopja is a kocsit. Várjál, Avery-kém, várjál, most elvárjuk. Hát, tudjátok mit? Legyen a... melyik fegyver? Minigun? Avery? Annyira tudsz motort is vezetni? Nem, motort nem tud vezetni. Na tudjátok mit? Ölj meg ugyanúgy revolverrel. Ennyi. Így van, Donald szeme láttára. Donald szeme láttára, így van. Pár lövés leadunk, és Avery meghalt. Így van, kivéreztettük. Öt lövés, ugye? Öt lövés kapott, mint a keresztapa. Mint a keresztapába. Öt lövés, de elvérzett, úgy látom. Hát igen, az öreg Avery azért már annak is örült, hogy mit tudjam én, reggelente nem mindig nyögve kelt fel az ágyból, szóval Avery meghalt. De a világ az ugyanúgy megy tovább egyébként. Engem az így meglepett először, amikor láttam, hogy meg lehet ölni Avery-t. Én nem haragszok rá egy... Jaj, itt a kolumbika, te! Én nem haragszok rá egyébként az a küldetésért, mert hogyha belejön az ember, akkor már tök könnyű küldetés az a kis mini helikopteres szar. Én a mini repülős helyit is küldetésre haragszok egy kicsit, de az sem annyira nagy vasszizdasz, szerintem. Na. Oké, megvan a briefcase. Hajam pacek. És kész. Figyeljetek, én nem szarozok. Csináljuk a következő küldetést. Stab the press. Állítsd meg a gombot, vagy mit? Mit állítsak meg? Ez mi ez? A szürke 50 árnyalata? Mi ez a pénz amúgy? Itt van, a donate. Érdekes kis átvezető videóm. Oké. Ó, itt van baseball bat. Na, ezzel kell volna... szegény öreget nem bántjuk. Szerintem a revolver nem se érezte, ez olyan, mint az ilyen, mit tudja, hubba a karak, vagy nem tudom. Alig érezhette, hogy meglőttük. Mennyi traktor jár kell elfelé? A végén még azt hiszem, hogy egy farmon lakok, vagy nem tudom, tanyán lakok. Óvatos. Most pedig valaki látta, és le is fotózta azt, hogy megöltük Avery-t. Egy riporter. És most találkozunk el a riporterrel, és még a szart is ki kell válni belőle. Mármint, na, hát azért ne essünk ennyire túlzásokba, de meg kell ölni. És hogy melyik riporter lehet az... Várjátok, adok 3 másodperc szünit. Melyik riporter lehet az? Hát kérlek szépen titeket, Ned riporter az, aki ugye a küldetéseket adta pap álcában, ugye? Elhitette velünk, hogy pap, és ő adta ezeket a küldetéseket, és közben ő jó pénzt szerzett abból, hogy ilyen riportokat adott azzal kapcsolatban, hogy milyen bűnügyek történtek a városban ő miatta. És itt is van Ned. Cigi a szájban. Egy kicsit meg kell félemlíteni. Szerintem ez egy jó megfélemlítés. Na, mondjad, nem is látod, nem is bántanak. Csak rátartok egy kibaszott fegyvert, de nem bántanak.
Mondd el. Na, köszönöm szépen. Ugye el kell vinni a garázsába. Jaj, mama, hogy fut, hallod? Lehet azt hiszi, hogy hullahopp karikázik. El kell vinni Nedet a garázsába, ahol mindig szállítottuk a cuccokat a küldetéseibe, hogy emlékeztek. Hát ez ilyen revans, most mindenkit megölünk a játékban. Jaj, jaj, stapista! A picsába. Az direkt volt. Belementek a vízbe, láttátok, hogy beleugrott kettő a vízbe. Na minden, hát egészségükre. Kicsit hideg. Utána majd szedhetitek a Robitu színbe, mi... Hát bazd meg az Esperanto, hát komolyan nem jutunk el a garázsig. Ugye annyi ezresem lenne, ahányszor elestem a motorról a játékban. Hoho. Hoho. Ilyen gazdag lennék. Na, nedecském, nedecském, nedűcském, nedűcském. Hát ne basz. Ó, van kamera. Van kamera a játékban. Milyen cigit szívsz, Sofia, ne? Ó, sárga, Robi. Már megint nem látok semmit. Ú, Tony, de csíra vagy hallod, saját magát izé megvakíztatta. Hú, Tonikám, te a fényképezőgéphez nem nagyon értesz. Hallod, azért izének fényképésznek nem ennyi el szerintem. De ez csak egy ötlet. Na, akkor melyik kell lőni? Hát ezzel. De jó, először úgy akarom, hogy valahogy el kéne gázoltatni ezt a picsát. Picsát, hát ő egy férfi, de mindegy. Olyan régen Liberty City sztoriztam már, hogy egyszerűen már hiányzott. Ez igen, ez nem hiányzott. Ú, nem mentettem a játékot. Tudjátok, hogyha most mission failed, akkor mission failed. Nem. Ott van, látom. Bement a Belleville Parkba. Alig tud felmenni. Itt le kéne nyírni a Belleville Parkban a füvet? Mi? Alig tud bejutni. Jó kis jubileumi 10. rész. Mivel kéne megölni ezt a Nedet? Kéne egy sportkocsi. Árkéne gyorsan szállni egy sportjárgányba. Azért elmentem, tudjátok, hogy nehogy itt balósuljanak el a dolgok. Mondjuk a Patriot is megteszi. Nem baj, olyan kell, ami pont szembe megy velünk. Jó. Kockáztatok. Bazd meg, ez meg lefordul. A járdi, ugye. Te voltál benne az izébe a... bazd meg. A járdi tök gyors volt. A picsába. Na, még egyszer. Reméljük arré ment az ajtótól. Nem ment arré. Nem baj, arré ment. Jó, fasza. Minden jó. Vele minden jó. Vele minden szép. Ott megy. Na, ez ilyen álca. Az ilyen csapda. Hagyj higgyel azt, hogy még a robogóval vagyok. És akkor most elgázolom. Ennyi. Ez volt. És meg se hal. Hát milyen dolog ez már? Micsoda dolog ez? Még egyszer. Na nézd meg, hát milyen robogó az ilyen? Ez ilyen katonák használják? Ilyen golyóálló? Vagy golyóálló? Ütésálló? Vagy nyi? Ez az! Jó. Ned! Az időd lejárt. Állj fel, te állat! Állj fel! Golyóálló páncél van rajta? Szegény... Bazd meg, a szegény Avery egy lövéstől meghalt. Az forrelli. Ez egy forrelli tánc, és én a robogót azt kérném, köszi, fasz a kis robogó. Most, jaj, megtámadnak az anyakocák. Na most ez egy kicsit elég hosszú trip lesz, mivel vissza kell menni sorszedvélbe. Visszamegyünk. A reklám után folytatunk. Hófehér csitalány, odakint áll, én vagyok az Tony, akit hívtál. Ó, nem tudom a szöveget, nem is ide kell jönni a picsába. Oh, ever you, it's a get you go, Liberty Stories new. Now I'm mad in my heart. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Please me heart. Ti 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 ti. Please me high. Nem azt mondja, please me mine. Vagy me mine. Na mindegy, menjünk ide dívány. Oké. Ez jó lesz. Na itt végre, nagy szegény hajléktalan Donald lakmározik. Visszatértem! Mint valami sorozatgyilkos. De ez milyen, mi ez az átvezetők? Ez most mi? Mi ez? Izé? Műtrágya? Alulról? Vagy micsoda?
Na mindegy. Na mindegy, nem is akarom tudni. Na mindegy. Ki is nyomom a Star Trek-et, úgyse várunk semmit. Szóval ugyan mindegy. Régen az nem volt egyébként. Nem tudom, milyen verziót töltöttem le, de régen... Hajléktalan. Axangyal. Az Axangyal már a égből hullik. Na gyere, Donald Kem. Na gyere. Ugye most el kell meg kell szereznünk Avery-nek, illetve Nednek a hulláját, mert hát azt nem tudni, hogy Donald mit fog vele csinálni, velük. Hát na. Valószínűleg egy kicsit eszik. Mit tudja, mint kicsit. Lehet nyersen eszik egy kicsit. Hát egyszer egy kis friss húst, egy kis ilyen fiatalos húst, utána egy kis rágós húst eszik. Lehet csontlevest is csinál Évri csontjaiból, mit tudja én, Évrinek a hónai szőrét, az lesz a kis izé, petrezselyem, megszólja a levest egy kis petrezselyem, mert hónai szőr petrezselyem, nem lehet tudni, ezt sajnos nem tudjuk. Az előző végigjátszásban ugye először Évrihez mentünk, most elmegyünk először Nedhez, ugye. Évri lesz a mentőkocsiban, Ned meg a halottas szállítókocsiban. A hullaszállító kocsiban, azt hiszem. És itt be fogják adni a körözést. És emlékszem. Az egy jó kis fehér csita. Ezzel lehet rajolni. Aha, itt van Ned. Mármint ott a koporsóban. Gyere, Donald Kem. Gyere. Beadják a körözést. Ugye. És Donald ott marad a hangárnál. De milyen beteg küldetés ez amúgy, hogyha el tudjátok képzelni egyébként. Tudjátok, emlékeztetek gyerekkorotokban, mit tudom én azért. Ti is emlékeztetek arra, hogy... Nem tudtuk felfogni ésszel, épésszel, hogy az mi. Azt hittük, hogy csak, mit tudjam én, nem tudom, elviszünk egy-kettő hullát egy helyre. De hát most már azért tudjuk, hogy hát itt azért komoly lakmározások lesznek, meg lehet, hogy ilyen még ilyen... Én még el tudom képzelni Donaldra azt, hogy ilyen nemi behatolás, mert mit tudjam én, miket csinál. Nem akarok lenni Évri helyében, meg Ned helyében, mondjuk ők már úgyse fogják fel, hogy mi van. De ez akkor is szörnyű. Ez akkor is szörnyű. Hát ki tudja, miket csinálhat? Hogy megbosszolhatja azokat a könnyörtelen éveket, amiket Évri adott Donálnak, hogy mindig izé lehülyészte meg minden, nem? Hát most Donál miket csinálhat most majd Évri hullájával? Nem, akkor mondta, hát a farkát beleteszi a szájába. Hát Évri farkát Évri szájába. De nem akarom tudni, na hát most... Akinek élénk a fantáziája, aznak élénk a fantáziája. Ennyi. Ebben nem akarok jobban belemenni. Jöttem. Oké, akkor Donald itt marad. Mi meg megyünk Averyért. Avery's Game. Ilyenkor lemegy a körözés? Várjátok, nem ez a hangár volt az, amiben a Dodó volt? A GTA 3-ban? De, ez volt, innen, itt kellett ugye itt kellett a kolumbiakat ellopni. Majd na, a kolumbiakat megölni és a Dodóba beszállni. Még izé, ellopni a kolumbiakat. Az igen, Norbikem, az igen. Ügyes vagy, jó vagy. Annyit megyünk ezzel a fehér freeway-jel. Halljátok ezt valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy így. Zsír. Én oda izé tennék beton szöveket, jó, mondjuk akkor senki sem tudna ki és bemenni. Na mindegy. Yeah, én vagyok az. DJ Kovászos Uborka. Jaj. Na várjátok, még jó, hogy van már térkép ugye a Liberty City Stories-ban. GTA 3-ban is nagy segítség lett volna, de hát ezért kell nem a alap GTA 3-mal játszani, hanem a definíció edícióval. Amúgy nem, nehogy azzal játszatok. Na, megyegetünk. Rajolgatunk. Ott van Évri, ott van. Beadták a körözést, bab meg! Ha hova viszik Évrit? Ha nézd már! Mi a fasz van már itt? Ha nehogy bevigyétek már elégetni a hullát, meg ilyesmi. Te akarodsz? Évri az enyém. Hú, az lehet amúgy majdnem mission fail lett volna egyébként, hogyha be tudják vinni. Azt nem is tudtam. Hármas körözés. Azért, mert Avery. Hát jó, nagy ember volt, akkor is. Na. Na jó, elmentek már. Hol van Avery? Ott van Avery. Ott van, nagyon jó néz ki. Nagyon holtában is még nagyon jól néz ki. Hú, banyek.
Várjátok. Hát ez nem lehet így közlekedni, hallod? Komolyan mondom, le kell tenni ezért a mentőautó sofőr jogosítványt. Még mentőautó sofőr, hülyeségbe beszélek már megint. Nem baj, se baj, se baj. Addig a jó, addig a jó. Love a fűzt. Na, Donald közben már előkészít a kést, a villát, minden. Tányér. Én lehet csatlakozok egyébként, hogyha nagyon megéhezek. Majd mondom már Tony édesanyjának, vagy Tony majd mondja édesanyjának, hogy izé is, ilyen, mit tudom, mi is szolgáljunk már fel ilyen köreteket. Fasz, itt van Donald. Kész. Sejtelmes mozdulatok. Meg a tenyerét is dörzsölgeti. Mik lehetnek majd itt? Azt a kurva. Beteg állat. De miért kell mindig ilyeneknek adni, miért kell mindig ilyeneknek csinálni küldetést? Nem értem. Amúgy Donald a GTA 3-ban már elég sokat váltik, ott már elég komoly. Itt még azért nem volt annyira komoly. Free yourself! Jó, elég. Hát hiányozni fog a Liberty City Stories. De srácok, hamarosan jön a Vice City Stories. Ne aggódjatok. Nem aggódtok, de nem tudom miért mondom azt mindig, hogy ne aggódjatok. Hát mi, mert izin jön az atom, vagy micsoda. Na mindegy. Ezzel ne viccelődjünk, Norbikám. Na jó, van elég ebből a perániálból. Ja, végigvittem a játékot, nincsen küldetés. Ennyi. Akkor itt nincs rejtett egy csomag? Hello! Jaj, ki gondolta volna. Azt hittem Avery fog adni küldetést. Oké, ott egy csita. Az jó lesz a csita. Hogy elborul már? Ne borulj már el! Álljon meg a nászmenet! Csita! Hogy mondja a csita? Hogy mondja a szamár? Majdnem elgázoltak. N8-as! Váltsuk a villany, mert... Nem jó így. N8-as van a... térképem. Eightballhoz kell mennünk, ugye? Eightballt eléggé jól ismerhetjük, mert ő volt, ő szerepelt a GTA 3 első küldetésében. Közösen megmenekültünk, ugye? A rendőrség karmaival, ugye? Claude meg Eightball. Aztán még egy küldetésben szerepelt, mikor fel kellett robbantani Katrinának a Spank hajóját, és ennyi. Akkor ugye ott a keze eléggé szar állapotban volt, mert egy kis balesete volt. Itt nem tudom, hogy itt 98-ban milyen a keze állapota, de mindjárt kiderül. Meg itt azt hiszem válni kell egy kis időt. No money, no problems. Azt mondták a kínotti járdosok. Nos, már... Itt van Eightball, aki... aki már 98-ban is ugyanabban a ruhában van, mint 2001-ben. Ez igen, csak ez egy ruhája van? Vagy lehet ebből a ruhában van vagy 20 darab. Na, fasza, hogy Eightball is benne van a játékban. Ebben a játékban is. Jó. Oké, akkor szerintem addig azt mondom, hogy elmegyünk, mentünk egyet. Vagy... Mit csinálj? Mi? Mit csináljak? Elmegy. Menten egyet, bocsánat. Rám jött itt a büfögés, mert minden bajom van már nekem is. Na, hagyd szóljon, hadd menjen. Ú, nem is jó helyem. Ú, az meg, nem jó helyre jöttem. Nem lehetne az, hogyha... Nem lehetne ez a én házam. Ú. Na, majd megoldjuk. Speedrunosan. Claude speedrunosan. Hát, ha ez a speedrun, akkor... Ez már ilyen veszett fejszennyele. Az igen. Mondom. Ennyi idő alatt már megkerültük volna az egészet, de mindegy, most már nem adjuk fel. Ú, az is izé kocsi, mondjátok már milyen kocsi. Egyedi kocsi, ami ott állt. Ugye a Vincenzo harmadik küldetésével egy olyan kocsit kaptunk a végén. Bazd meg! Hát ezt nem hiszem el. Mindig, ha menjünk ezen a kis Buga Józsival. Jön a feeden! Addig is legalább Eightball dolgozik. Serényen és keményen. Na, ez az egyik kedvenc küldetése, ami lesz. Ami jön. Hallod? Hát a riasztótól... Az már mindenki riasztózik. Már lehet Tony is riasztózik, hallod?
Már megbolondulok. Megbolondulok. Szépen ilyen szép kis kanyarokat. Kanyaros ívek, íves kanyarok. És kész. Óvatos! Most tudom a saját házamba, hol kell bemenni. Azt, ezt a telket kellett volna lenyírom a picsába. Túlzás. Igen, itt van ennek a robogója, ezt megőriztem. Most kíváncsiuk Aidból mikor fog szólni. Remélem, hogy nem ment először szabadságra, és majd utána fog dolgozni. Az úgy nagyon nem lesz jó. Ó, oh, ennyi! Mamme! Hallod, ez az Aidból, ez aranykezű. Ez aranykezű, hallod, ilyen nagyon gyorsan dolgozik. Esküszöm, hát még lefeküdni se tudtam. Amíg én így a kertekbe járkáltam, addig Aidból már beszerelt a bombát. Minden játszik. Kemény. Amúgy, hogy felvenném azt a lámpabúrát, akkor Tony jól néz neki. Igazi mafiózónak néz neki abban a lámpabúrában. Mindig elmegy a hangom, srácok. Nem tudom miért. Mr. Ackles. Na. Óvatos. Tonikám. Tony. Lukasan. Most is majd vissza kell menni a másik szigetre. Ezt bírom, hogy egy csomó harmadik szigetes küldetésben vissza kell menni a másik szigetre. Érdekes. Szegény harmadik sziget? Hát hogy el lehet keseredve, hogy mindig olyan kevés küldetés adnak a harmadik szigeten. Hát szomorú lehet. Oké. Így. Szia PC, szia. Bringing the house down. Együnk TikTokot közben. Óvatosan. De majd Tony is ad majd ilyen küldetést Claude-nak, mikor bomba lesz a kukáskocsiba. Ebben a hajléktalan szállóban egyszerűen nem lehet látni semmit. Ott van valaki. Ott volt valaki. Nem tudom. Lehet is szellem. Nem tudom. Ez egy nagyon cseles dolog lesz. Így végre kiiktatassuk a Forelli, ott a telefon a kezünkben, a Forelliéket is. És nem is tudom, melyik Forelli most a Don. Azt hiszem Marco Forelli most meg fog halni. Ugye, hát majdnem mindig itt a szereplő megölt egy Forelli Don-t. Ugye CJ is megölt azt 92-ben azt a kurva, nem tudom, hogy hívták azt a csávót. Akkor most is megölünk egy Forelli Don-t. Akkor 2001-ben is a Marco, azt hiszem a Marco-t hívták, azt a Don-t megölük ugye amikor felrobban csak az Idaho-ját. Akkor a Vice City-t ne is említsük, ugye, mikor Sunny Forelli-t megöljük Tommy-val. Szóval ez ilyen bicikli. Az ilyen bicikli. Az igen. Elkezdéből. Drive cool. Hallod, nem a alagutat kéne felrobbantani, szerintem azt a kompot kéne felrobbantani. De mindegy, ebben a végigjátszásban úgy... Jaj, óvatos. Ubazd meg. Ebben a végigjátszásban úgy... Tökre nem idegesített fel az a komp. De a GTA 3-ban... Hú... Nagyon fel tud mergelni. Na mindegy, ez csak ilyen kis betekintés, kitekintés. Bazd meg fogunk halni mind a ketten. Ilyenkor nem számít. Ez egy nagyon ötletes küldetés és nagyon jó küldetés. Egyik kedvenc küldetésem. Vigyázzunk a debrisekre, ugye a törmelékekre. Így. Most vissza át. Óvatos! Norbikám! Meg fogunk halni. Picsába, hát mondta Aidból. Mondta. Ha nem figyelsz. Hát igen, még itt csinálgassák az alagutat. Szépen. Bla 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 bla. Óvatos, melyik a fék, melyik a gáz? Az mi? Rejtett csomag? Ja, nem. Itt van, itt lehet átmenni Portlandre. Azt hiszem. Faszam.
Végül minden a helyére áll. Azért kis több... jobban örülnék, ez rumpó? Vagy póni? Ez rumpó szerintem. Jobban örülnék, hogyha jobb lenne az egészségügyi állapota. De se baj, mi atomot viszünk amúgy a raktérbe, vagy mit tudom. Ajaj. Óvatos, a munkások itt nagyon kemények. Hallod? Akkor most majd ki lehet szállni, vagy ne szálljak ki? Itt lehet kiszállni. Zsír. Ez az. Hadd szóljon, hadd menjen. Pucsit. Get back in the one. One night only, one night only. Óvatos. Nem lesz az így jó. A pláne meg így. Az meg... Látjátok a csíkot? Szomorú. Ó, még időre is megy. Ez vagány. Andy. Azt kell neked. Andy Garcia. Oké. Hanky time. Oda fel kéne nekem valahogy menni? Hát mi vagyok én? Tenger alatt járó. Óvatos. Hát, csak ne lőjenek. Csak ne lőjenek. Mert egy lövés, repülünk. Megyünk. Felrepülünk az égbe, és az étteremnél fogunk leesni. Tony édesanyi étterménél. Jó, megvan. Még kettő töltet van már, mint már csak egy. Jaj, jaj, de jó. Jaj, de sokat fizetnek ezekért. Hallod, ezek sokat fizetnek ezekért ezeknek az embereknek, biztos, mert nagyon védik ezt a helyet. Hát, hogyha mit tudja, hogy kapnának ilyen, mit tudja, ilyen napi, ilyen minimálbért, vagy valami, akkor biztos nem védenék ennyire ezt a helyet. Oké, megvan. És akkor a bobkáttal fogunk menekülni, a fehér bobkáttal. Ami, hát olyan úgy néz ki, mint ami, ami Avery jött. No. Tiktok a szájban. Tony a pálcban. Mehetünk innen, és húzunk a gyászba. Elfelé! Ne! Forrelli szék, itt vannak a forrelli szék. Menjünk ezzel a forrelli kárral. Ez pont egyenesben van. Egyenesben van a karrierje. Oké. Mehetünk ki fele a gyászba? Igen. És kész. Ez már csak akkor lett volna menőbb, hogyha robogóval mentünk volna. Srácok. Most már tudjuk. Úbazni. Így lesz vége Force Newtonnek. Egyetemisták beszélgetnek. Beszélgettek. Ez szerencsétlenség. Így lett vége ezeknek az utcáknak. És mostantól, látjátok itt van sok törmelék, cumó. Mostantól ez mind építési terület lesz. Ez jó kis hely volt pedig. Na mindegy. Valamilyen rejtett csomagot fel lehet venni elküldetés után, de csak elküldetés után, a robbanás után lehet csak felvenni, de most hagyjuk. Irány vissza a Donald kacsához. Fejezzétek már be! Nem hiszem, nem tudtok normálisan vezetni. Hol vettétek a jogosítványt? A hadszínvilág óvoda piacán. Ubazd meg, hadszínvilág óvoda. Én beszélek, hogy gurul bukfáncezik. Kolompol már. Kolompál gyulus. Kolompál gyulus. Kolompol már. Ezt nem hiszem el. Megoldjuk. Megoldjuk. Nem. Bocsánat. Akkor is belököm. Ezt a köcsögöt. Menni fog. Nem ment. Jó van. Ez a szerencsenapod. Hogyha tegnap játszottam volna péntek 13-án, akkor biztos bele tudtak volna lökni a vízbe. You wanna keep dreaming. Keep dreaming and the wind's gonna be alright. Még emlékszem, amikor énekel, amikor azt a dalt felvették. A csaj, még tőlem kért énekleckéket. Jó, akkor még csak 5 éves voltam. A picsába! 5 éves voltam még csak akkor, de akkor is. Hát így simogatott azért, meg ilyesmi, azt hittem pedofil. Jó, még akkor még nem tudtam, hogy mi az a szó. Szó, az a szó. De már akkor is csak úgy
özönlöttek a lányok, már akkor is 5 éves koromban, rám. Haszomba. Nem tudom, hogy merre kell menni. Azt hiszem erre. Oké. Itt van a GTA 3-as Safe House. Csak mondom. Csak úgy füstölgök, mint valami rossz kájhattyú. Buonasera, buonasera. Most Donald vett egy villát? Vagy csak beköltözött egy villába? Azért így jó gyorsan telnek az események, nem? Jó hamar megkapta a pénzt. Előbb, tegnap még hajléktalan szállóban volt a Donald, most meg már villában. Azért hallod? Ettől embertől csak tanulni lehet. Na. Igen, igen. Mindennyian tudjuk, melyik villa ez. Így van. Ugye, nem kell elmondani. GTA 3. GTA 3, amik voltak itt. Hát mikbe vagy, Tony Cipriani, hát mikbe vagy? Itt van egy rejtett? Vagy nincs? Azért elúszkálnék. Hát nem ősszel, ilyen hidegben, de elúszkálnék. Nincs rejtett. Akkor GTA 3-ban van rejtett. Meg az utolsó küldetésben volt itt egy golyóálló páncél. Nem, mindegy, csak mondom. Na, úgyis mindig kíváncsi voltam, hogy néz ki ez a hely belülről. Most megkapom rá a kérdésemre a választ. Love on the run. Love on the run. Mi? Caterpillars, az izén. Az mi? Megborotválkozott. Az igen. Jó kis családi vityilló. Na most már örül nekünk. Gazdaggá tettük. És kurvára gazdaggá tettük. Szóval ezért fog majd ilyen sok pénzt adni nekünk a GTA 3-ban, mert kurvára gazdag. Mua. De mi a baj? Gondolom nem lakás tűzőbe hívtál engem. Meg akarnak ölni a kolumbiaiak. A vajon miért? Mert beleszálltál levesükbe? Már itt is vannak a kolumbiaiak. Donaldnak el kell menekülnie. És így a kolumbiaiak ezt a házat megkapják. Szóval így fog, itt lesz majd egy kolumbiai erőd. A GTA 3-ban majd ugye, itt fog lakni Katalina. Oh my god, Tony, do something! Hát csinálok, elmentem a játékállást. Ide, és akkor mehetünk. Mivel menjünk? Hát mindig ennél menjünk már. Hát Phil tiszteletére, Phil tiszteletes atya tiszteletére. Nem, a mindigent utolsó küldetésre fogom majd felhasználni. Az igen, egy ember miatt a kolumbiaiak küldtek vagy 60 embert, ha nem többet. Az ez kemény. Donald meg elbújt a garázsban, ott van. Hát figyeljetek, az olyan golyóálló páncélnak jobban örültem GTA 3-ban. Ja, itt is van golyóálló páncél a garázsban, jól van. Ezt a kurva, én a kocsit lövöm most? Nagyon úgy tűnik. Azok hova mennek úszkálni a medencébe? Revolverrel menjünk. Azt hiszem már, hogy Red Dead. Jajaj! Azt a hova? Hát nem sok küldetés van, ahol a kolumbiakkal kell harcolni. Ez meg talán a portlandi kikötős. Az igen! Jó van. Vakhangya. Vakhangya, idióta. Antonio. Kipászál. Hol van? Rakétavetővel jöjjetek, baszd meg! Rakétavetővel! Kipászál. Na pont akkor tűnik el, amikor fel akarom menni, ez meg fogyatékos, nem tud bejönni. Hát nem annyira fogyatékos, majdnem megölt. Gyorsan, gyerünk már innen! Hát nem sokáig tudtad élvezni. Na, már tiszta gaz. Itt csinálj nem le a füvet.
Landscaping or escaping? Menjünk. Jó, jó, oké. Okay. Oh, mit találtam ott a púculácska mellett? Az igen, kellett is ez. Na, melyik nincs felrobbantva? Mik ez? Gyere, mert megázol. Amúgy érdekes, hogy Donald Lev a Liberty City Stories-ban is, meg a GTA 3-ban is mindig elmegy a városból, ugye? Érdekes. Do what you want to do. Adok 3 másodpercet, és 3 másodperc múlva tudod, hogy lőni fognak majd minket. Vagy meg akarnak ölni, el akarnak ütni, fel akarnak gyújtani, el akarnak tiporni, szerintem hamarosan ez fog következni. Ó, bazd meg! Donald, biztonságjöv be van kapcsolva? Fontos. Fontos a biztonságjöv. Tin tiriririn. Tin tin. Tin tiriririn. Itt át lehet menni a... Óvatos. Itt át lehet menni a reptérre. Szerintem igen. Ti mit gondoltok, srácok? Na, nézd meg, migráns kerítése van a... Ó, bazd meg a migráns kerítés. Na, lehetek migráns. Ú, Donárkám! Donárkám! Óvatosan! Na, ez mindig füstöl. Mindig füstöl a szar... Szarg. Jó. Akkor megpróbálok itt felmenni. Na most, most halunk meg. Donald! Donald! Kiszállás! Donald! Kiszállás! Donald! Bazd meg! Ezt nem hiszem el! Donald kacsa bajban, csapó 2, folytatás. Szóval kurtam már, bocsánat, hogy ezt így kimondom. Tényleg menjetek vissza a rendőr őrse, jó? Menjetek vissza, köszi. Mert nem most már, hogyha ugatnak a kutyák, te. Menjünk szépen, és én nem megyek sehova, csak Donald. Na, na még nem csak... Avery nem egyedül fog utazni, hanem Avery, vagy na, Donald nem egyedül fog utazni, hanem Averyvel, hanem meg Neddel is. Az biztos jó lesz. Nem, hogy elmennek egy lakatlan szigetre. Wow, környezetszennyezés. Ez környezetszennyezés. Oké, okay. 6000 pénz. Nos, haladunk. Azt nem veheti el tőlünk senki sem, hogy nem haladunk azt a titulust. Szóval, kéne nekem egy golyálló páncél, amit szerintem a legközelebb tudjátok, hogy hol tudok beszerezni. Liberty News. Nem tudom most így hirtelen. Ehhez a küldetéshez, ami következni fog, az biztos, hogy kell golyálló páncél. Norbikám, már ne hülyéskedjél már, ne hülyéskedjél már. Hogyha azt mondod, hogy nem kell. Mert az egy kurva nehéz költés lesz. Na, nem akarok senkit sem megijeszteni, de az. Legfőképpen magamat nem akarom megijeszteni. Meg elijeszteni, meg ilyesmi, mert nem izé az. Na mindegy. Az lesz a lényeg, hogy elmenjünk a Csali nevezetű küldetés végkimenetele placére. Ugye ott biztos van a garázsban golyálló páncél. Ennyi. Ezt tudtam nyújtani. És akkor utána visszajönk a rendőrségre, mert Salvatore-nek ma lesz a kihallgatása. Na, most azért jöttem ide, hogy azt hittem, hogy ne legyen itt semmi. Így. Jó, gyorsan felvesszük. Nem lehet selfie-t csinálni? Selfie. First, let me take a selfie. Ja, ma megijedtem. Na mi van? Tán Salvatore-nek lemerült a telefonja, vagy micsoda. Salvatore! Felpörget sem időt? Nem, lepörget sem fel. Úgy. Na. Lassacskán kiszabadul. Az milyen jó már ez a palló. Ilyen láthatatlan zsír. Na menjünk. Do what you want to do, do what you want to do. Mit hallgassunk közben egy kis... Retro rádiót? Na! Oké. Okay. De Shoreside Redemption
Na, ez egy ilyen Red Dead Redemption DLC. Ó, ez még az a Student Islandi rendőrségen is lehetett hallani ezt a kiáltást. Igen, a szicíliaiak meg akarják ölni. Szóval meg kell védeni a rendőrkocsit, és illetve a konvojt is. Na nézzük. Na ennyi. Get a police car. Honnan? Honnan? Hát itt szokott lenni egy police car. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na mindegy akkor. Kicsesszek én a játékkal. Ott is van egy police car. Nem tudom, mit keres a kórháznál egy police car. De ott van. Mit tudjam én. Másodállás. Vagy... I don't fucking know. Igen. Oh, és... Na. Itt van egy másik police car. Ez az. Hát három magyar igazság, rakhatok be még egyet. Valahova. Az igen. Faszán beálltam. Salvatore még ilyen fiatalosan sétálgat. Minden. Még csak most múlt el 70. Igen. Á, srácok, várjátok már, cigiszünet. Mentés. Mondjuk ide az elsőre mentsük el, és mehetünk. Mi az a fűszag amúgy? Jön befele az ablakomon. Majd becsukom az ablakomat, mondjuk akkor már meggyúlok, de mindegy. Nem számít. Örülnék, hogyha ebben a játékban lenne a rendőrmotor, mert úgy sokkal könnyebben meg lehetne védeni majd szalámit. Szalamandrát, szalmonella, szalacsin, szalma, szalkaláb. Itt vannak az olaszok, a szicíliaiak. Júj, és mindegyik Stingerre jár, mi a Szicíliából? Szicíliából Stingára jöttek ide, Amerikába, vagy micsoda? Doktornő. Ó, doktor úr! Ne válasz, oly ártatlanul! Gyere szerelem, doktor, hódíts meg a szívem! A beteged lettem, mindenem lángra gyúl! Ó, doktor úr! Jó. Szerencsére nem kell a rendőrkocsival menni. Ja, az a Securica? Az itt van a szávától. Hú, bazd meg. Ejj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 
Ki beszél? Oké, az bolond. Belement az udvárba. Hova ment a Salvatore? Jézus már, Jézus ereje. Jézus ereje. Becsukom az ablakot, srácok. Jaj, derekam, geci. Jaj, nem, bocsánat. Csúnya beszédén. Hát már elnézést a csúnya beszédén. Most mit kell csinálni? Majd én vezetem. Na, ebből már nem fog kijönni. Sehogy se jól. Ó, doktor úr. Melyik a betöltés? Nem lehet a fejemtől. Ez a betöltés? Ez a betöltés. Jó. Fasz. Vagyis nem mondom semmit. Ugyanez a metódus. Hát nem. Na mindegy, akkor majd lopunk másik motort. Mindjárt jönnek a szicíliaiak. Apollónia. Hol? Illegál roadblock. Ja, látom, látom. Az igen! Én akkor megyek a Stingerrel. Nézd meg! Szegény Salvatore agyrázkódást kap. Szegény Salvatore ott hal meg. Ültőhelyébe, egy ültőhelyébe. Az meg. Ne menj el messzire, hát így elég nehéz, hallod, még a motort is lögdösik. Takarod te is. Blokád, blokád. Majd én, majd én. Hát de ennek egy golyóálló szekurikának kéne lennie, nem? Vagy valami hasonló. Nem láttam még ilyen rabszállítót, ami úgy néz ki, mint egy pénzszállító. Gondolom a rockstaros srácok már nem akartak egy külön rabszállítót beletenni a játékban. Hanem ja, jó lesz a szekurikár is.
Salvatore-nak jó lesz. Oké. Okay. Én nem tudok kocsiból lőni, pláne kontrollerrel nem tudok lőni, szóval... Szóval ez ilyen bukta utca, lekváros tészta. Na már csak azt hiányzik, hogy kolompoljon a hídon a csávó. Ez így nem lesz jó, srácok. Ezért lett volna jó a kis freeway. Nem baj, megoldjuk. De attól félek, hogyha az a köcsög, hogy felrobban az a köcsög, olyan közel lesz a Salvatore-hoz, hát akkor vége a dalnak. Pedig már ég. Ha valami füstölt, inkább maradjunk annyiba, hogy legyenek füstölt szalonnák. Az igen, hova? Az igen, azt hiszi, hogy Szicíliában vannak. Szicíliában? Az meg. Jó. Talán még így is menni fog. Take out the block, brocka, de ott is vannak. Az igen. Vajon megyek már? Jövök már? Na, hol vagyok? Srácok, hol vagyok? Ne menj messzire el. Gyere haza, ne soká. Ez körülbelül olyan, várjátok, akkor... gyertek már, mert túl messzere vagyok. Túl messzerem vagyok. Jöttök már. Ja, jaj, Szicília, Szicília, the Godfather. Oké. Oké. Ez is megvan? Jó, már hányszor taposuk. Jaj, gyorsan, én vagyok az első. Mert a fődíj egy csíkos napernyő. Oké. Amúgy nagyon szexinek, szexin néz ki Tony ebben a félmeztelen suite-ban, meg a Fire Stinger-rel. Amúgy a Fire Stinger az nagyon adja, nagyon vagány. Ó, bazd meg, bekerítették. A takarodsz? Elmész te otthonról? Jó. Hát annyira nem jó. Nem mondhatnám, hogy jó, ha hol mennek? A szupermarketbe, vagy mi az? Jó, hogy sikerült kimennie. Hát, mert a szicíliaiak is bejönnek a tárgyalásra. Majd beülnek. Itt vagyunk, amúgy megérkeztünk. Hú, srácok. Ezt nem kívánom. Ezt nem kívánom se anyának, se apámnak. Salvatore szabad ember lett. És most, hogy szabad ember, az utolsó küldetést bátran elmerjük indítani. Az igen, szegény Salvatore még a Mafia Sentinelbe, vagy a Leon Sentinelbe még be se száll, de már elindult a kocsi. Láttátok? Azért nagyon sietnek itt az emberek. Mondanám, hogy hát igen, a mai rohanó világban, de hát 98-ban vagyunk, hát akkor még annyira nem rohant a világ, nem, akkor még csak kocogott. És hol máshol indulnál az utolsó kérdés, mint Portlanden, a Mafia szigetén? Na. Itt mennyit ugratottam a GTA 3? Banshee! Na, már megjelentem. És akkor mit reméljünk az utolsó küldetéstől? Hát nehéz lesz, az biztos. De minden majd megoldjuk valahogy. Biztos, akkor mentésekkel majd megoldjuk. Először én is mentek egyet. Szépen. Gyorsan elszunyókálgazgatunk. Óvatos. Paranánánáná. Jó kis ilyen nyugodt zene kell ide. Nem kell kapkodni. Nem kell elesni se, Tonikám. Ez neked szól. Szóljon a dal neked. Zsámolle, romale. Oké. Nem fér semmi. Ja, mert itt van a tündér. Tündér Lala. Oké. Oké. Szívecskét felvesszük. Szívit. Itt van szívi. Felvettük a szívit. Sribit csoki. Igen, és akkor folytat. Folyt köv. Nem tudom, hányadik percnél járhatunk. Lehet, hogy kifutunk az egy órás limitből, de... Tündér! Ja, a tündért ezt elvittük. Student Islandra. Elfelejtettem. Nem vagyok ideges. Á, nem. Olyan az arcom, mint a egy hónapos csecsemő. Nem vagyok ideges. Come on, let's do this dance. Toast at a friend. Á, úgy akartam, hogy tudjátok, ilyen menősen, ilyen akciófilmesen bemegyünk. Felteszem a zongora tetejére a PC-t, de hát...
Na, nem úgy, nem így jött össze. Nem mindegy. Várjátok, felteszem a zongora tetejére a PC-t. Akkor is felteszem a zongora... A picsába! Én akkor is úgy beugratunk. Beugratós kérdés. És felteszük a PC-t a zongora tetejére. Hát vagy Tonit. Na mindegy, akit marad a PC, ez ajándék. Ajándék Salvatore-nak. Ámen. Nem tudom, hogy kell imádkozni, mert ez nehéz lesz. Hú. Mafiás telefon. Now I got the Sicilians on the phone wanting peace. We all want peace. But my peace, not their fucking peace. I'm the big man now. No chump from the old country is gonna tell me what to do. I told them to go fuck themselves. Did? Was that wise? Hey, I'm the boss now. Me. Most már akkor tudjuk, hogy hogy lett a Leon család ilyen kemény család a GTA 3-ban. Így tipoltak el mindenkit. Ennyi. Találkozunk a polgármesterrel. Polgármester úr, csak azt kérem, egy kis segít, adjon nékem. Igen, így szokták, nem láttátok a keresztapákat vinni, PC-n. Na, ezt nem láttátok? Bármikor elgázol, hallottátok a lövést? Nem baj. Bármikor lelőhetnek minket, de mi PC-ben még, mert mi kemények vagyunk. Ez a fegyverropogtatás, ez legalább izére portlandi vaddisznóra lőnek egyébként, nem ránk. Egyébként, ne aggódjatok. Ez mi volt? Jaj, Stinger! Ez mi a bazd meg! Hát ez nem néz ki jól, ezt látom, Salvatore. Az igen, áááá, valaki védjen meg! Valaki védjen meg, azt a kurva, meg fogunk halni, segítség, Salvatore! Hát ez jó szar volt. A bazd meg. Hát esélyünk se volt. Beszpónolnak meg, mit tudjam én? Hát ez... Hát ez nagyon nem esett jól. Robogó hang. Mindegy. Mindegy. Így se sikerült, mi meghal. Ebbe a utolsó követésbe. Menjünk a Mafia Sentinel-el. Akarom mondani Leon Sentinel. Picsában? Az milyen, miért egy penészes a csomagtartó ennek a Idaho-nak? Mit tettek bele? Romlott izét? A szalicírt? Vagy mit tettek abba az évet csomagtartóba? Na még egyszer. Bla 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 kutykurúgy kutykurúgy. Bla 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 kutykurúgy kutykurúgy. Bla 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 kutykurúgy kutykurúgy. Jó, megvan. Head over the city hall. Istenem. Kompal ilyenkor lehet közlekedni amúgy küldetésben, vagy csak most nagyon, erre most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Kompal most lehet közlekedni? Megnézzük. Hát ez nem néz ki jó, már kilőtték a gumit. Mert ezt a játékban nem is nagyon használtuk azt a fast travel lehetőséget, hogy kompal menjünk. Ami minek használtuk volna. Érted? Van egy olyan érzésem, hogy nem lehet használni, de... Hát... Azt a kurva. Oké... Ott ment el a hajó. Jöjjön már vissza! Mit ír ki? Come back when a ferry is dug. Hát jó van, addigra megölnek minket a szicíliaiak. A Szicília szicíliaiaki. Szalicír. Sanchez! Hé, hey, csaj! Fehér Stingerre ne járkáljál! Ú, de jó! Milyen jó lehet Salvatore-nak így át tud minket izé karolni, meg érzi a hátunkról izzadságot. Milyen jó lehet, lehet közben így még így a bajszával cirulgassa a hátunkat. Ez fasza lehet. Hát Salvatore, ezt nem hiszem el, hogy ennyit kellett szerepelned ebbe a Liberty City Stories-ban, hogy mindig a maffiáról szól minden.
Hát ez elég szomorú. Én most nagyon szomorú vagyok. Getna, getna, give it to me, give it to me. Csinálunk ilyen 360 fokos fordulatot? Salvatore! Á, inkább nem. Inkább nem. Nem ment volna. Várjátok, itt is van rejtett. Csak mondom. De lehet felvettük már. Salvatore, te mit gondolsz? Felvettük már itt a rejtett csomagot? Még nem látom. Na jó, ott tegye meg a... Ott majd a vihar meg az eső majd megeszi. Várjátok, ezt nézzétek. What zamba? Még várjátok, nézzétek. Imponálok a keresztapának. Az igen, aha. Mi az? Szal. Elkapták a polgármestert. A szicíliaiak. Hát de jó. Nem tudok lőni. Igen, már elkapták a polgármestert. Akkor menjünk a kikötőbe. Hol a motor? Jó, nem kell a motor. Minek a motor, hogyha van biciklis, szokták mondani. Ősi falusi közmondás. De most tényleg, most itt... What the fuck? Menjünk kamionnal. És miért? Érted? Mikor szoktál te Don Salvatore-val kamionnal menni? Hát na. Egy utolsó trippet még menjünk már. Utána már úgyis annyira el fog hízni, hogy nem fog már sehol sem menni az éttermen kívül, szóval maximum egy-kettő gyűlés a Don házához, de ennyi. Szóval még most éljünk a lehetőséggel. Get now, give it to me. Megfájdult a fejem, srácok. Lehet ez ilyen szomorúság, hogy véget ér a Liberty City Stories. Hát itt valahogy le kéne menni. A picsába, hogy szar helyre jöttem, nem baj. Itt nincs ugrató? Nincs. Mi jó van? A picsába. Sajnáljátok az ugratót? Mi? Fogjunk, hogy sajnáljátok az ugratót. Várjátok. Hát azért figyelj, olaszok hallgassák az indiai rádióállomást. Ennél szem már nem is lehet az élet. Hát azért elég nehéz ezzel a kamionnal kanyarodni. Az baszott volna be, hogyha a fa megtartott volna minket. Felakadunk fára. Mi leszünk a olasz, sárga, rigó kis család. Újja, ott van a polgármester! És ott van Massimo, ugye, aki csak egyetlen egy küldetésbe szerepelt. A hajót vezetni nagyon nem tud. A kurva? Akarom mondani... Mi az? Jaj, ne! Bocsánat. Ne, állásmentése. Honnan van a minigun? Jó, volt nekem minigunom, de... Mindegyik motorcsónak tulajdonos minigunt tárol magánál? Jó, azért az a küldetés azért könnyen, mint az a... Emlékeztek arra a szálvatoros küldetésre, amikor... Ugyanez volt, mint most, mert ott M4-essel kellett mennünk most lőni. Tehát a minigun azért adja. Azért itt nem ki, ez nem... Ez a minigun nem kímél se asszonyt, se gyereket, se kecskevéket. Szóval ez nagyon kemény minigun. Ó, Salvatore, én ilyen bajszot akarok növeszteni, mint amilyen neked van. Ó, destination, living night nation, it's a celebration, the no party time. Ó, Dr. Eckle. Oké. Tony, take over the chopper. Milyen chopper? Nem látom. Hol a helikopteri? Nem látom. Melyik a? Hú, de könnyebb kontrollerrel ez a küldetés. Sokkal, de sokkal könnyebb. Köszönöm szépen, bátyám. Salvatore bátyám. Nem tudom eltalálni a hajót. Billegünk össze-vissza. Illakerek, nádakerek.
A földön lesznek még mindig rockerek, vagy valami ilyesmi. Oké. Te is hallj meg. Meg te is. Meg te is. Hú, de sok szicíliai csónak van itt. Azt a kurva, hogy Szicíliában jött egy csónakkal? Itália, Italiana, buongiorno, americano, gustavano, istambulastustus. Oké, megvagytok. Nagy vihar, tudjátok, azért volt már 1-2 G-től utolsó kiadás, ahol vihar volt, ugye, hogyha emlékeztek. Például a GTA 4-ben, ha a Dimitris, ha a román hal meg, akkor vihar volt az utolsó küldetésben. De most másik GTA már nem jut eszembe, hogy vihar volt az utolsó küldetésben, szóval ennyi. De abban biztos, hogy ott vihar volt. Megy a világító toronyhoz a Charles. Hol van egy rejtett csomag. Csak mondom. Valakit eltaláltam. Állj! Azt felveszem majd ezt a fegyvert a levegőbe, az nagyon jó helyen van. Pont Salvatore házánál vagyunk. Zsír. Hozzátok nem szóltam. Hallod, ha már ott vagytok kint, akkor vegyétek már, vagy bent. Vegyétek már fel a rejtett csomagot. Na, itt hallod, tudunk úszni? Mindjárt Salvatore-t lelövik. Egyből. Azt a kurva. Na ez epic. Final epic. Final epic. Ezt menteni kell az anyomban. Salvatore, tudsz úszni? Főnök, kapis? Hát nem lett meg a 70 rejtett csomag, de jó van. Jó van. Ennyi. Mennyit rage-eltem az első végjátszás. Lehet most is. De mi ez? Nézd már meg, én nem tudom lelőni, meg lehet tud engem lőni. Na bazd meg, hát ez útálatos fasz küldetés az egyébként, egy okárék, ami itt folyik. De nem, srácok, ez mi a szar? De jó, hogy gránátom meg nincs. A picsába. Hát beszarsz. Okárék fos, egy undorít, egy nagy szar, egy fos. Hát odafutok. Hát így se rossz jobb. Nézd meg. De ne az, jaj, Tonikám, Istenem, rúgja meg aló, amit te csinálsz. Az igen, lelőjük a fát. Na majd itt fogok édesanyámat, hogy de lehívom, enni egy kis olasz, ezért valamit. Ennyi HP-val szabad lában? Mennyivel se. Bazd meg! Na mindegy, még egyszer. Ki beszél? Nem számít. Na most ezt valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy jó legyen. Tényleg, Norbi? Mindegy. Nézd meg! Amúgy a eget, azt. Megvan. Ó, már itt apokalipszis van. Minden veres. Jó, gyorsan oda még a sárgába. Sárga. Jó. Mégis még nincs vége, de van minigunom. Put your hands up. Ja, adjál már milyen szicilei vagy kis pisztolyjal. Hagyjad már magad. Torini, azt tudom mi a neve. Vége van. Közben azért a halljátok a... Mi az a pelikának, hogy mik a... fütyörésznek. Véged van! Mi ott futkározunk boxárba. Annak golyáló páncélocskát. Bassza meg. Hallod. Hogy? Várjál már. Amúgy hogy veszem fel a golyáló páncélt, mikor izé? Boxárba vagyok. Ez ilyen találós kérdés. Na várjál majd én. Bukjatok le! Várjál, Salvatore egy pikket. Ezért megérdemel, ezért egy jó kis pikket megérdemeltek. Hagyj fotózol a melletteket. Massimo! Ovenna! Vagy hogy hívták? Torino, vagy mit tudja, Toriano? Hello? Le akartam fotózni Salvatore-t, ha nem engedte. Lehet szégyenlős. Picsába? Hey, Mr. Mayor! We
Ő lett az új polgármester. Ő a Donovan. Aki ugye ő ellen kampányoltunk a Donald Trump-os költésekben, és nem sikerült. Hát azért, mert tényleg látszik, hogy mi vagyunk itt az urak. Ugye, és mostantól majd mi leszünk a kápók. A egyik kápó. És mostantól el fogunk hízni, mint az állat. Uncle Benz! Pusz-pusz. Hány éves lehet ez az Uncle? 120? Kicsit le van lassulva. Ugye bajszunkra is, vagy bajszára is. Ő szicíliai egyébként. Szerintem. Vagy nem biztos, de egyébként ő valami nagyfejes lehet. Nagyobb, mint Salvatore. Ránk se bagózik. Azt sem mondja, hogy cipe. Hát mire leér a lépcsőn, ha lehet ilyen... Hoppá, Slayer meghallotta. Lehet, hogy nem olyan nagyot halló még az öreg. Minden kutyának eljön a napja. És az igaz, mert Salvatore-nek is majd eljön a napja 3 év múlva. Hát figyelj, tudtam volna mozgó lépcsőt, hogy mi az mozgássérült izét lépcsőt csináltam volna éttermünkhoz, mert mire lemegy a lépcsőn az öreg. Hát szerintem körülbelül most van 98, aztán hol lakik, de 99-re hazaér ezzel a mozgással. Jaj, de köcsög, még ilyen kevés, vagy csak fél, kevés pénz, az is sok, de nem annyi pénzt ad, amennyit ígért. Istenem. Eszünk? Vagy mi van? Nem tudom, most ettünk itt a étteremnél valamit? Akkor is jobb volt a GTA 3 bennél az étteremnél, ott szólt az a olaszos zene. Na mindegy, srácok. Itt a vége. Itt a vége, fuss el vélem. Az a taxisofőr egy igazi jó kis taxisofőr, ez a soundtrack ez nagyon jó. Illetve ez az egész játék nagyon-nagyon jó. Én ugye mondtam, hogy a 3D-s GTA közül ez az, ami legkevésbé tetszik. De nem azt jelenti, hogy ez szar, hanem egy sorrend van. Egy prioritási sorrend. Viszont nagyon nagy öröm volt még egyszer végigjátszani ezt a gémet. Tényleg, és megkapjuk a Elvis-es ruhát. Igen, 500 000 kapunk, 1 000 000 helyett, jó van, számatóra. És ugye tudjuk, hogy mi történik majd a Leon családdal a GTA 3-ban. Az már a jövő zenéje. Ez egy kis sztorizocska volt, egy sztorizocska. Szóval, ahogy mondtam, ne úgy fogjátok fel, hogy egy San Andreas. Ezután jön a Vice City Stories, ami nagyon-nagyon hatalmas lesz, nagyon-nagyon jó lesz megint végigjátszani. Remélem, hogy tetszett ez a végigjátszás, srácok. Megnézzük az Elvis-es ruhát, mert az fontos. És ennyi, hát ez egy, itt az Elvis-es ruha. King Jumpsuit, zsír. Hát figyeljetek, mentés nem lesz, persze, letölthető mentés. Egy hónap alatt sikerült végén ezt a játékot, mert megnéztem, április 19-én töltöttem fel az első részt. És most van, hát lehet ma nem kerül fel, de ha holnap felkerül, akkor május 16-án kerül majd fel ez az utolsó rész, a 10. Szóval, hát Elvisnek érezhessük magunkat, mert ha Tony nem lett volna ebbe a családba, hát akkor is megette volna mindenkit a fene. Az biztos. Mi?
miattunk lett olyan hatalmas ember Don Salvatore szerintem. És hát hiányozni fog ez a végigjátszás is. Nagyon. Ez nem fog hiányozni, hogy elásunk a picsába, de a végigjátszás az fog. Megnézzük a kompot, hát ha itt lesz. Bazd meg! Nagyon nem tudok vezetni. Na! Most ment el. A picsában. Hát srácok, ez egy kibaszott nagy nosztalgia volt. Nagyon-nagyon örülök, hogy végigjátszottam ezt a gémet. Stats, 50%, hát van még mit csinálni mellékületesek terén. És ennyi. Legközelebb a Vice Story-t fogjuk folytatni. Sziasztok!